Jelentős előrelépés. Idén bevezetik a katasztrófavédelem munkatársait is érintő életpálya modellt, ami 30%-os bérfejlesztést, lakástámogatást és új biztosítási rendszert jelent az állomány számára. Megdöbbentő statisztikák. Nőtt a fiatalok passzivitása. A 15 és 29 év közöttiek szabadidejüket leginkább a képernyők előtt töltik, hangzott el egy nyíregyházi konferencián. Változik a szolgáltatás. Egy kormányrendelet szerint nyár közepétől a 120 literes hulladékgyűjtő edényeken kívül a lakosság már 80 és 60 literes edényeket is használhat a hulladékgyűjtésére. Az idei évben jelentős változásokat hoz az új közszolgálati életpálya modell. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A katasztrófavédelem munkatársait is érintő modell 30%-os bérfejlesztést, valamint lakástámogatást és új biztosítási rendszert jelent az állomány számára. Erről Bakondi György, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vezetője beszélt a Megyeházán. A Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság állománygyűlésén az is elhangzott, 2014-ben csökkent a térségben a műszaki mentések és a tűzesetek száma is. Tavaly 2716 segélyhívás érkezett a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz, ebből 1088 műszaki mentéshez és 1628 tűzesethez vonultak a tűzoltók. A Megyei Katasztrófavédelmi Igazgató tájékoztatása szerint a vonulások száma csökkent. Az elmúlt két évben, tehát 2012-t veszük bázisévnek, akkor hasonló időjárás uralkodott, tehát nem volt semmilyen extrém kihívás, és ahhoz képest egy 50%-os csökkenés mutatható ki mind a műszaki mentések, mind a tűzesetek számát tekintve. Ezt így egyértelműen én úgy gondolom, hogy a megelőzés, tudatos megelőzési, prevenciós tevékenységnek köszönhető. Csepeli Zsigmond hozzátette, tavaly a megyében nem volt kiemelkedő veszélyhelyzet, ám az igazgatóság munkatársai részt vettek a dunántúli árvízi védekezésben. Az állománygyűlésen jelen volt Bakondi György, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vezetője, aki értékelte a megyében elvégzett munkát. Szabolcs megyében kiegyensúlyozott szabályozott rendben zajlott a munka, és mindazok a feladatok, akár hatósági területen, akár mentőtűzvédelmi területen, akár iparbiztonság, kritikus infrastruktúrák tekintetében jó színvonalon valósultak meg a tavalyi esztendőben. Bakondi György az elmúlt fél évben miniszteri biztosként irányította a katasztrófavédelem munkatársait is érintő közszolgálati életpálya modell kidolgozását. A főigazgató újságírói kérdésre elmondta, ennek három fontos eleme van, az első a bérezési és előmeneteli rendszer bevezetése. Ez nagyon fontos, hiszen egy hosszú életpályát olyan rendszert kell kialakítani a pályán tartásra ösztönöz, megbecsüli a munkát. Ez most július 1-én hatályba lép. Ez a végrehajtásban levőknek a bérébe mintegy 30%-os bérfejlesztést, egy teljesen más előrejutási, horizontális és vertikális karrierrendszer biztosít. Az életpálya modell második eleme a lakástámogatási rendszer, aminek lényege hitelfelvételnél az állami kezességvállalás és a kamatok átvállalása. A harmadik pillér a biztosítási rendszer átalakítása. A hivatásos állománynak jelenleg élet- és balesetbiztosítása van, ami kiegészül a felelősség- és nyugdíjbiztosítással, ami a főigazgató tájékoztatása szerint hosszú távú biztonságot nyújt a katasztrófavédelem munkatársainak. A magyar fiatalok 24%-ának, azaz közel negyedének nincs barátja. Többek között ez derül ki a legfrissebb ifjúságkutatás eredményeiből. A 8000 fiatalt megkérdező reprezentatív felmérés szerint 4 év alatt 2008 és 2012 között nőtt a fiatalok passzivitása, mondta a kutatás vezetője egy nyíregyházi konferencián. Székely Levente szerint az is megdöbbentő, hogy a 15 és 29 év közöttiek nem nyilvánítanak véleményt, és szabadidejüket leginkább a képernyők előtt töltik. A negyedik magyarországi nagymintás ifjúságkutatás eredményeit is ismertették ma egy nyíregyházi konferencián. A korábbi évekhez hasonlóan a kutatás a 15-29 évesekre, azaz 2 millió magyar fiatalra reprezentatív mintán 8000 fő megkérdezésével zajlott. Többek között a családalapításról, a gyermekvállalásról, a fiatalok oktatási helyzetéről és munkavállalási potenciáljáról is készültek elemzések. Egyes adatok azonban megdöbbentők, vélik a
szakemberek. A magyar fiatalok 24%-ának, tehát gyakorlatilag negyedének nincs barátja. Ez szerintem egy riasztó adat, tehát hogy ugye kontroll, baráti társaság, akivel megbeszélni lehet az ügyeket, enélkül ugye nagyon könnyen radikalizálódhatnak politikai vélemények, stb. Valóságtól elrugaszkodott képek lehetnek válaszok. A konferencián elhangzott, a munkával és a pénzzel kapcsolatos problémák háttérbe szorultak az elmúlt években, egyre gyakoribb a fiatalok körében az általános kilátástalanság, céltalanság. A kutatásból többek között az is kiderül, hogy tovább csökken a párkapcsolatban élő fiatalok száma, hiszen míg 2000-ben 69%-uk, addig 2012-ben már 72%-uk volt egyedülálló. Az oktatásban résztvevő fiatalok száma pedig 2000-től folyamatosan nőtt, azonban a legutolsó kutatási eredmény azt mutatja, hogy ebben a szférában törés, csökkenés észlelhető. Ez a generáció passzívabb, mint a korábbi generációk. A passzivitás jellemzi nem csak a közélet területén, hogy ott nem nyilvánít véleményt, hanem a szabadidő eltöltésében is olyan tevékenységeket találunk zömmel, amelyek otthonülős és hát képernyők előtt töltött időt jelentenek. Ami még itt érdekes lehet, és ez egy kicsit pozitív folyamat is, hogy a kockázati magatartások területén is visszaszorulást látunk, tehát ennek a fajta passzivitásnak nem csak, hogy is mondjuk negatív, hanem pozitív olvasata is van. A következő hazai nagymintás kutatás 2016-ban lesz, addig azonban többek között egy nyíregyházi központú ifjúságkutatás is indul. 8 ország, 11 városa vesz részt egy 2 éves kutatásban, amely több olyan területet elemez, amely a fiatalokat érdeklik. Ilyen például a munka, az oktatás, a migráció és az európaiság témaköre. Egy évelején megjelent kormányrendelet szerint nyár közepétől a 120 literes hulladékgyűjtő edényeken kívül a lakosság már 80 és 60 literes edényeket is használhat a hulladékgyűjtésére. Az ezzel összefüggő díjat jogszabályban állapítják majd meg. Február 1-e óta változott a regionális hulladéklerakók működése. Kisvárdán, Nagyecseden és Nyíregyházán szombati naponként zárva vannak a telepek, mind a lakosság, mind más szolgáltatók részére. Emellett pedig megszűnt az eddigi mennyiségi határhoz kötött ingyenes hulladéklerakás. Ezentúl valamennyi hulladék beszállításáért, akár lakossági, akár vállalkozási hulladék, 11.100 forintos tonnánkénti ártalmatlanítási díjat kell fizetni. Nyár közepétől egyéb változások is várhatóak. Ez év elején megjelent egy kormányrendelet, mely szerint 2015-07-01-től a hulladék közszolgáltatónak 80-as, illetve 60 literes edényt is biztosítani kell a lakosság részére. Ez a biztosítania kell nem úgy értelmezendő, hogy a közszolgáltató társaságunk fogja biztosítani ezt a lakosok részére. Nekünk azt a lehetőséget kell biztosítani, hogy ilyen ezzel összefüggő díjat állapítsunk meg, illetve ennek megfelelő számlát adjunk ki, ami várhatóan vélhetően alacsonyabb lesz, mint a jelenleg általánosan alkalmazott 120 literes edények szállítási díja. Hogy pontosan mennyi, mert ugye a lakosságot ezt érinti, ezt jelen pillanatban még nem tudom megmondani. Igazság szerint a közszolgáltató 2012. december 31-e óta nem díjmegállapítóak, azóta a törvény jogszabály állapítja meg a díjat, illetve ebben az évben már a miniszter fogja rendeletben megállapítani a hulladék díját. 80 literes gyűjtő edényt bárki használhat majd, ezt azonban előre láthatólag minden háztartásnak magának kell beszereznie. Erre azok jogosultak, akik a valóságban is ilyet használnak. 60 literesnél még szigorúbb a szabályozás, hiszen önkormányzati igazolást kell majd beszereznie a kérelmezőnek, amely azt igazolja, hogy egyedül él, így egyedüli hulladék termelő az adott háztartásban. Jelenlegi formájában elfogadhatatlannak tartja a kormány egészségügyi koncepcióját az MSZP, hangzott el a párt nyíregyházi sajtótájékoztatóján. Legény Zsolt országgyűlési képviselő szerint azzal, hogy egy megyei központi kórházat akar a kormányzat kijelölni, veszélybe kerül a többi intézmény működése és a vidéken élők egészségügyi ellátása.
A kormány elkészítette Magyarország egészségügyi koncepcióját, amely 2020-ig határozza meg az egészségügyi finanszírozás és fejlesztés főirányait. A szocialista párt szerint a dokumentumból az olvasható ki, hogy további forráskivonások várhatók ezen a területen. Legény Zsolt, a párt megyei alelnöke szerint a tervezett átalakítás hátrányosan érinti Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét. Az új egészségügyi koncepció gyakorlatilag halálra fog ítélni a megyében az egészségügyi ellátást, az fog eredményezni, hogy egy megyei központi kórházat szándékozik a kormány kijelölni, és az összes több intézményt próbálja elsorvasztani ezzel, intézménybezárásokra, osztálybezárásokra és természetesen elbocsátásokra kell ezzel kapcsolatosan akkor számítani, számunkra ez elfogadhatatlan. A tájékoztatón az is elhangzott, hogy a jelenlegi koncepcióban a finanszírozás kérdései tisztázatlanok, és olyan problémákra sem tesz megoldási javaslatot, mint a hálapénz vagy az orvos elvándorlás kérdése. Bár már elkezdődtek az egyeztetések az egészségügyi intézmények átalakításáról, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházaknak jelenleg nincs legitim vezetője, aki érdemben tudná a megye érdekeit képviselni a tárgyalásokon. Nemzeti szuverenitásunkat nem írhatják felül idegen érdekek, jelentette ki a Jobbik nyíregyházi tájékoztatóján az Országgyűlés Külügyi Bizottságának alelnöke. Gyöngyösi Márton az orosz-ukrán konfliktussal kapcsolatban kiemelte, ha a béke megköveteli, Magyarország szövetségi kötelezettségeit nem kell betartani. Az országos média hallgat vagy éppen félretájékoztat, véli az Országgyűlés Külügyi Bizottságának alelnöke. Gyöngyösi Márton kiemelte, ezért is tartják fontosnak, hogy lakossági fórumokon először az ország legkeletibb megyeszékhelyen tájékoztassák az embereket az orosz-ukrán konfliktusról. A politikus a fórum előtti tájékoztatón azt mondta, amikor egy állam egy nemzetközi szövetségnek a részese lesz, legyen az politikai vagy katonai, felmerül a kérdés, hogy mennyiben írja felül a szerződés fakadó kötelezettség a nemzeti szuverenitást. Az teljes mértékben elfogadhatatlan, hogy a nemzeti szuverenitásunkat felülírják idegen érdekek. Na most ugye mind az Európai Unió, mind a NATO tekintetében azt tapasztaljuk az utóbbi időben, hogy a nemzeti szuverenitás rendre sérül. Most már ugye erről hosszan lehetne beszélni, de talán azt nagyon fontos kiemelni, hogy ugye az Európai Unió is, amióta egy európai közösségből unióvá vált a Maastrichti szerződés óta, legfőképpen a Lisszaboni szerződés óta, egyszerűen olyan jogokat és eszközöket vindikál saját magának Brüsszel, ami a nemzeti hatáskörtől von el jogokat. A sajtótájékoztatón az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának jobbikos tagja Mirkucki Ádám már arról szólt, idén már több mint 20 ezer illegális bevándorló lépte át a magyar határokat. A politikus szerint a migráció visszaszoríthatóvá válna, ha újra önálló határőrség lenne Magyarországon, valamint a menekült táborok zártan működnének. Február 16-áig lehet igényelni a tavaszi diákhitelt. A Diákhitel Központ ZRT közleménye szerint a szabad felhasználású diákhitel 1 5,75%-os, a képzési költség kiegyenlítésére fordítható diákhitel 2 fix 2%-os kamattal igényelhető. A képzési költség akár teljes összege, diákhitel 1 esetében pedig maximum 250 ezer forint kérhető fél évente. Ez utóbbi szemeszterenkénti egyösszegű vagy havonkénti átutalásban igényelhető. Február 1-től az eddigi 35. életév helyett 40 éves korig lehet kérni és folyósítani a diákhiteleket, 10 fél év helyett akár már 11 fél évre is. Az igénylés módjához tudni kell, hogy a diákhitel direkt online felület mellett a hallgatók már saját egyetemük, főiskolájuk belső tanulmányi rendszerén keresztül is elindíthatják az ügyintézést. Bruttó 2 forinttal emeli a 95-ös benzin és 4 forinttal a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi árát pénteken a MOL, értesült piaci forrásokból az MTI. Az emeléssel a 95-ös benzin literenkénti átlagára 343-344 forintra, a gázolai 363-364 forintra nő. A MOL legutóbb szerdán változtatott az árakon, akkor a 95-ös benzin és a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi árát egyaránt bruttó 7 forinttal emelte. A benzin literenkénti átlagára tavaly szeptember és 2015 januárja között mintegy 100 forinttal csökkent, az utóbbi 3 hétben ugyanakkor fokozatosan 20 forintot emelkedett. A gázolaj literenkénti nagykereskedelmi ára február óta szintén 20 forinttal lett magasabb. Az autósok továbbra is 15-25 forintos árkülönbséget is tapasztalhatnak a kutaknál.
Szent Cirill és Szent Metód életét és munkásságát bemutató vándorkiállítás nyílt a József András Múzeumban. A tárlatot hamarosan láthatják, előtte nézzük a híradó további témáit. Győzelemmel kezdte a tavaszi szezont a nyíregyházi KC. A férfi kézilabda NB1B keleti csoportjának harmadik helyén álló együttes a második Ferencvárost fogadta, és végig vezetve 29-25-re megnyerte a találkozót. Az NKC pénteken a negyedik helyezett Kecskemét otthonában lép pályára. 14 pontos előnnyel áll a megyei másodosztály Kelet-Magyarország csoportjának élén a nagyecsedi futballcsapat, amely így nem csak a tavaszi szezonra, hanem már a megyei első osztályra is készül. Az ecsediek a hétvégén a téli műfüves tornán a Vásárosnömény ellen lépnek pályára. Egy az egész világot bejárt kiállítást tekinthetnek meg a látogatók egy hónapon keresztül a József András Múzeumban. A Szent Cirill és Szent Metód életét és munkásságát bemutató vándorkiállítás másfél évvel ezelőtt indult el a szlovák külügyminisztérium jóvoltából, a hét közepétől pedig Nyíregyházán is látható a tárlat. Az idei év első múzeumbeli kiállításának témája a megközelítőleg 1200 évvel ezelőtt született Szent Cirill és Szent Metód élete, munkássága és történelmi jelentősége. Stefan Danó, a Szlovák Köztársaság Békés Csabai főkonzulja elmondta, hogy a tárlat a szlovák külügyminisztérium támogatásának köszönhetően jutott el a világ számos pontjára, így Nyíregyházára is. Nagyon jelentős szlovák kisebbség él Magyarország területén, így a Békés Csaba, Tóth Komlos, illetve Szarvas régióban több helyszínen láthatták már, és nagy örömünkre szolgál, hogy azon a helyszínen is, ahol egykor elég jelentős szlovák nemzetiségi csoport élt, hogy itt is be lehet mutatni Nyíregyházán. A két Szent Cirill és Metód 1150 éve érkeztek a mai Szlovákia területére, és kezdték meg hittérítő tevékenységüket. A szentek Európa társvédő szentjei, a széleskörű emlékezet politikának köszönhetően az Egyesült Államokban szobrot is állítottak nekik, míg Csehországban egy számítógépes játék készítésével népszerűsítették őket. Egy hónapig lesz látható ez a kiállítás, és nagyon remélem, hogy még akár a régióban több helyszínre is el tudjuk vinni ezt az anyagot, amely igaz, hogy szlovák nyelvű, de minden egyes tabla mellett magyarul is elolvasható, minden egyes képaláírás, minden egyes történelmi okfejtés, annak érdekében, hogy a lehető legtágabb közönség megismerkedjen vele. A szentek életét bemutató tárlatot hétfő kivételével minden nap reggel 9-től délután 5 óráig tekinthetik meg az érdeklődők. Győzelemmel kezdte a tavaszi szezont a nyíregyházi KC. A férfi kézilabda NB1B keleti csoportjának harmadik helyén álló együttes a második Ferencvárost fogadta, és végig vezetve 29-25-re megnyerte a találkozót. Az NKC pénteken a negyedik helyezett Kecskemét otthonában lép pályára. Rangadóval indította a tavaszi szezont az NKC, amely ősszel egy gólos vereséget szenvedett a Ferencvárostól. A nyíregyháziaknak ezúttal sikerült visszavágniuk, az első félidő után 12-9-re vezetett a házigazda, a hajrának 6 gólos előnnyel vágtak neki Kaplonyék, és végül 29-25-ös hazai sikerrel zárult a találkozó. Nagyon jól indítottuk meg a meccset, ott vezettünk 2-0-ra, aztán döntetlen lett. Visszanézve a statisztikát, egyetlen egy alkalom volt, hogy a Fradi vezetett, ez pont 3-2-nél, utána volt két-három alkalommal, amikor döntetlen volt. Én azt gondolom, maga biztosan egy 2-3 gólkülönbség mindig volt, ez már a félidőnél is, ugye 12-9-el fordultunk. És a második fél időt pedig úgy indítottuk meg, hogy ott egyből elmentünk 6 gólra, sőt a második fél időben már 8 gólra is vezettünk, úgyhogy én azt gondolom, hogy aki látta ezt a meccset, egy percig nem forgott veszélyben a mi győzelmünk. A nyíregyházi KC pénteken ahhoz a Kecskeméthez látogat, amelytől ősszel egy gólos vereséget szenvedett hazai környezetben, így az immár 10 meccses győzelmi sorozat továbbépítése mellett a visszavágás vágya is motiválja a játékosokat.
Én azt gondolom, ez a tavasz ez egy másik bajnokság lesz. Elsősorban önmagunknak szeretném bebizonyítani, hogy ez az egy gólos vereség, amit itthon elszenvedtünk a Kecskeméttől, az egy kisiklás volt, és úgy szeretnénk elmenni most már sorozatban 10 győzelemmel a hátunk mögött, hogy mindenképpen nyerni akarunk Kecskeméten. Amiben sikerült nekünk előrelépnünk az elmúlt időszakban, ez egy borzasztó erős csapategység, illetve ami a Fradi meccsen is kiütközött, illetve előjött az, hogy mindig volt a csapaton belül, aki úgymond a hátára vette a csapatot, mindig voltak vezéregyéniségek, gondolok itt akár a kapuba a Nagy Levire, vagy utána a Kaplonyi Zoli borzasztó indította meg a meccset, ott zsinórba lőtt 4 gólt. Tehát mindig volt valaki, aki plusz feladatot vállal, és ezzel a lendülettel, ezzel az akarással azért mi mindenképpen nyerni megyünk Kecskemétre. Az NB1B keleti csoportjának élén az Eger áll 26 ponttal, megelőzve a 23 pontos Ferencvárost és a 22 pontos Nyíregyházát. 14 pontos előnnyel áll a megyei másodosztály Kelet-Magyarország csoportjának élén a nagyecsedi futballcsapat, amely így nem csak a tavaszi szezonra, hanem már a megyei első osztályra is készül. Az ecsediek a hétvégén a téli műfüves tornán a Vásárosnamény ellen lépnek pályára. A pályagondok miatt a hagyományokhoz híven két helyszínen készül a nagyecsedi futballcsapat. A futómunkát hazai környezetben végzik Ádámszkijék, míg a játékot a nyírbátori műfüves pályán csiszolhatja a csapat, amely benevezett a megyei igazgatóság által szervezett bátori tornára is. Első mérkőzésen kikaptunk Tarpától, utána x-eltünk egy Ófértóval, ami nyerhető meccs volt, viszont Nyírbátortól 1-0-ra kikaptunk, attól úgymond tisztességesen helyt álltunk, tehát az már valamit azt mondja, hogy jó úton járunk. A tavaszi keretből Viciszko és Nyíri távozott, de a csapat alig ha gyengül, igaz, a bajnokság első felében nyújt a 100%-os teljesítménnyel, magasra tette maga előtt a mércét a nagyecsed. Mi reméljük, hogy nem fog megszakadni ez a sorozat, tehát már épp azért, milyen megyeire készülünk, tehát ez volt az elsődleges cél, ezt úgy gondolom, reményem szerint tehát teljesíteni fogom, vagy fogjuk, bocsánat, tehát ezért nem szabad lejjebb adni, mivel hogy ott már azért komolyabb kihívások lesznek, de ezzel tisztában vagyunk mi is, de ezért készülünk itt tényleg. A nagyecsedi csapat a hétvégén a nyírbátori tornán a Vásárosnaménnyal játszik, de a március 7-én esedékes csengeri bajnoki rajtig, míg a Kisvárda és a Deac ellen is pályára lépnek Ádámszkijék. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. Az idei évben jelentős változásokat hoz az új közszolgálati életpályamodell. A katasztrófa védelem munkatársait is érintő modell 30%-os bérfejlesztést, valamint lakástámogatást és új biztosítási rendszert jelent az állomány számára. Erről Bakondi György, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság vezetője beszélt a Megyeházán. A Megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság állománygyűlésén az is elhangzott, 2014-ben csökkent a térségben a műszaki mentések és tűzesetek száma is. A magyar fiatalok 24%-ának, azaz közel negyedének nincs barátja. Többek között ez derül ki a legfrissebb ifjúságkutatás eredményeiből. A 8000 fiatalt megkérdező reprezentatív felmérés szerint 4 év alatt 2008 és 2012 között nőtt a fiatalok passzivitása, mondta a kutatás vezetője egy nyíregyházi konferencián. Székely Levente szerint az is megdöbbentő, hogy a 15 és 29 év közöttiek nem nyilvánítanak véleményt, és szabadidejüket leginkább a képernyők előtt töltik. Egy évelején megjelent kormányrendelet szerint nyár közepétől a 120 literes hulladékgyűjtő edényeken kívül a lakosság már 80 és 60 literes edényeket is használhat a hulladék gyűjtésére. Az ezzel összefüggő díjat jogszabályban állapítják majd meg. A Kölcsei Televízió csütörtöki hírműsorát látták. Friss hírekkel holnap is jelentkezünk. Tudósításainkat addig is megtekinthetik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra! Holnap párás, de napos időre számíthatunk, egy nagy kiterjedésű anticiklon alakítja időjárásunkat. Hatására csendes, eseménytelen időre számíthatunk egyre kevesebb felhővel. Éjjel gyengén felhős, illetve derült lesz az ég, egyre több helyen párássá válik a levegő, elsősorban a völgyekben köd is képződik, csapadék nem valószínű. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, reggelre általában -4 fokig csökken a hőmérséklet.
Holnap napközben a ködfoltok megszűnését követően többnyire napos időre számíthatunk, csak kisebb körzetekben maradhat meg az alacsony szintű réteg felhőzet. Az esti óráktól ismét párássá válik a levegő, csapadék nem lesz, a változó irányú szél gyenge marad. Délutánra 5 fokig emelkedik a hőmérséklet. Fronthatás nincsen térségünkben. Front és csapadékmentes időre számíthatunk a következő napokban, jellemzően kevés lesz a felhő, a reggeli párásság és a köd megszűnését követően több órás napsütés várható, a derült ég alatt éjszaka erősen lehűl a levegő, napközben pedig az átlagosnál magasabb hőmérsékletet mérhetünk. Különösen a fagyzugos területeken lesz nagy a napi hőingás.